nagyon sokat törtem a fejem ezen a fekete témán, tehát hogy hol is lehet a feketességet megragadni, mert nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. A sztereotíp megközelítések szerint ugye a gyász, a sötétség, a valami félelmetes dolgoknak a metaforájaként kerül elő a köztudatban. De hogyha az ember elkezd gondolkozni rajta, akkor előbb-utóbb előkerül az univerzum, előkerülnek a kozmikus méretek, vagy éppen a szubatomi méretek, ahol a térrel találkozik az ember, és ahol nincs fény. És hát, hogy az imént említett Dömény Csaba meghívott engem ide kiállítani, szinte magától adódott a lehetőség, hogy egy ilyen kamara méretű kiállítótérben ezt a gondolatsort, vagy a feketével való kísérletezést folytassam. Ez most egy új vonulat önnél. Gondolom én azért, mert elnézve a korábbi alkotásait, azok színvilágukban jóval gazdagabbak. Én nem mondanám új vonulatnak, hogy az imént fogalmaztam, egy provokációnak engedtem, és ez egy kitérő, mondjuk egy intermezzo, ami nyilván még nincs lezárva, tehát ez tovább foglalkoztat ez a dolog. Meglátjuk, hogy meddig, de ez nem azt jelenti, hogy most felhagyok a színek használatával, hanem most ebben a körben próbálom, talán azt is mondhatnám, hogy ugyanazokat a gondolatokat másképp megfogalmazni. Kicsit beszélgettünk még az interjúról, és akkor említette, hogy a művész keresi az eszközt, amivel kifejezheti magát, a technikát. Itt ezek most hogyan készültek? Ugye különböző alakokat, képeket láthatunk. Mondhatnám azt, hogy festmények, mert festve van legtöbbjük, de van itt sík objekt, mondjuk így, vagy van olyan munka ott fönn, például a mennyezet magasságában, ami dombormű és plasztikus, és van objekt, vagy teljes 3D-s plasztikai forma is. Ezt a formát például lehet gömbnek látni, lehet tojás datformának látni, lehet cseppnek látni, és sokféle módon lehet megközelíteni, effektíve. Tehát ez nem egy virtuális utazás, ez konkrétan így néz ki, ez így van. Az ön mögött látható alkotás hasonlít egy másikhoz, amit én felfedeztem, nyilván nem vagyok egyedül ezzel, de mégis mi a különbség a kettő között itt a kiállításon belül? Ugye ezek olyan fekete képek, amikre ön most rámutatott, ami teljesen fekete. Van ugyan egy kis textúrája a vászonatta anyagszerűség miatt, vagy a festék kezelési módja miatt, de tehát nincs rajta motívum, egy fekete kép. És a másik, amire szintén utalt, az ugyanilyen fekete kép, de mégse, tehát mondjuk a fényében is van különbség. De nem csak ez a lényeg, ha ugyanaz lenne, akkor is az a lényeg, hogy ha két különböző ember áll a kép elé, másra fog tudni gondolni. Tehát ez a gondolat vitt oda, hogy két hasonló vagy nagyon hasonló képet csináljak, amivel szintén az előbb emlegetett relativizmust próbálom megközelíteni, hogy ugyanazok a dolgok, vagy a közel ugyanazok a dolgok is más megítélés alá eshetnek. Mi a mondani valója, mit üzenne ezzel a kiállítással a nézőknek? Hát én azt szeretném, hogyha ezt a néző fejtené meg igazából saját maga számára, de hogyha mindenáron mondjuk valami bombót szeretne az ember erre a helyzetre kitalálni, akkor valami olyasmi, hogy ahol látszólag nincs semmi, ott is találhatunk valamit.